Kész az épület, a játékok a helyükön. Minden adott ahhoz, hogy szeptemberben belakják az új bölcsődét a helyi kisgyermekek Gáva Vencsellőn. A Tiszaparti település 314 millió forintos fejlesztése Európai Uniós forrásból valósult meg. Berec János polgármester 35 perc című műsorunkban azt mondta, a népesség szám növekedése indokolta a beruházást, ami a kisgyermekes szülők mi hamarabbi munkába állása miatt is fontos. Már úgy évekkel ezelőtt figyeltük a statisztikai adatokat, és látszott, hogy a gyereklétszám az, az hogyan fog alakulni itt a közeljövőben, illetve a elkövetkező 5-10 évben ez egy meghatározó arányszám lesz, amire úgy a bölcsödében, óvodában, illetve iskolában is fel kell készülni. És ezért indult el egy bölcsödei fejlesztés. De már ezt megelőzően azért mi mini bölcsödét benyitottunk, illetve biztos kezdett gyerekházunk is, a szülők segítségére van, hogy minél többen tudjanak munkába állni, tehát ez lenne a fő cél. Tehát a háttérben mindig a gazdaság fejlesztési, illetve a talpomaradási dolgok a, 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 cél, hogy a munkahelyekre tudjanak a szülők minél hamarabb visszamenni a, a gyereknevelés mellett. Berec János elmondta, szeretnének több belterületi utat is felújítani idén Gáva vencselőn emellett pedig egy 300 millió forintos nyertes pályázatuk van a települést nyírtelekkel összekötő egykori TS út leaszfaltozására. A községben folyamatban van a csapadékvíz elvezető rendszer építése is, erre is 300 millió forintot tudnak idén fordítani. Ez az öltséggyümölcs feldolgozó üzem is a közelmúltban épült fel, erre belügyminisztériumi pályázatban nyert támogatást az önkormányzat. Látva más települések mibe fogtak, új termékgyártása és mi egyéb, mi nem szőtünk ekkora álmokat, mert mindig próbálok a realitásot talaján maradni, tehát ha nincs meg egy új terméknek a piaca, akkor, akkor felesleges ilyenekbe gondolkozni, és nálunk ugyebár megvannak a nagy feldolgozó cégek, a Haszó és a Mirbest, akik a Szilvába, Megybe, Almába nagyon otthon vannak, és mi azt a vonalat céloztuk meg, hogy ezen cégek alá szeretnénk bedolgozni. Gáva-Vencselőn az önkormányzathoz tartozó épületek nagyobb részét fával fűtik, éppen ezért más településekhez képest itt kevésbé okozott nagy problémát az energiaárobbanás. Ennek ellenére is lesz energetikai fejlesztése a településnek, a szociális otthonkorszerűsítése kezdődik meg hamarosan még azért fával elég jól el vagyunk látva, tehát én, ahogy számoltunk a kollégákkal, a testülettel, még, még tíz évig is kihúzok a fafűtéssel, mind a mellett, persze nekünk is célunk, hogy energetikai fejlesztéseket hajtsunk végre. A legközelebbi az a szociális otthonban fog végrehajtódni, úgymond, nyilván zárócsere, fűtéskorszerűsítés, tető, kis napelemes rendszer, tehát ott egy ilyen komplexebb energetikai felújítás, ennek is már a közbeszereztetése zajlik. A polgármester hozzátette, színes programokkal várják a helyieket és a településre látogatókat idén nyáron. Négy alkalommal kastélykerti színházi estéket tartanak, augusztus 5-én rendezik meg a Tiszai challenge augusztus 19-én pedig a már nagy hagyományokkal rendelkező Krumpli Fesztiválra kerül sorgáva Vencsellőn.